A mai szakmai nap egy pályázati program keretében valósul meg, mondta Nagy Tiborné. A Karcagés térsége tehetségsegítő tanács szervezésében kerül megrendezésre ez a mai szakmai nap egy pályázati program keretében. Témánk az intézményi jó gyakorlatok bemutatása, bevezetése és támogatása. A mai délelőttön az előadó kolléganők bemutatják meglévő jó gyakorlataikat, átadják tapasztalataikat, eredményeiket az IKT eszközök bevezetésével kapcsolatosan. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a programot, hiszen a belső tudás megosztással, az egymástól való tanulással, a szakmai és módszertani ismereteinket, tudásunkat tudjuk fejleszteni és gazdagítani. Hangsúlyozta a szakember, aki elmondta, most vidéki kollégák nem, csak a karcagiak érkeztek az előadásokat meghallgatni. Elsősorban intézményen belül, illetve a társintézményeket is szeretettel meghívtuk, és nagy örömünkkel is fogadták meghívásunkat. Szélesebb körben egy szakmai fórum keretében fog sor kerülni e témának a tovább fejtegetése, neves előadók meghívásával a digitális kompetencia fejlesztését tovább fogjuk tanulmányozni. Sok szülő már a 3 éves gyerek kezébe adja a tabletet és okostelefont. Az óvodában erről hogyan vélekednek? Erről kérdeztük Nagy Tibornét. Nagyon sok érv, illetve ellenérv fogalmazódott meg a pedagógus társadalomban e témakörben. Nagyon-nagyon sok új lehetőséget nyújt az IKT eszközök használata az óvodában, de nagyon fontos, hogy mielőtt az óvodai mindennapokba bevezetjük az eszközök használatát, egy nagyon tudatos tervező munka előzze meg. Többek között erről is szó lesz a mai délelőtt során. A gyermekek már beleszületnek a digitális világba. És a lényege ennek az egész folyamatnak az, hogy tudatosan vezessük a gyermekeket az online térbe. Az óvodában foglalkozások hatékonyságát is segítik az IKT eszközök. Nagyon sok mindenben eredményeket tudunk elérni az IKT eszközök használatával, hiszen a gyermekek megismerési folyamataira is jó hatással vannak, felkelti az érdeklődésüket, azonnali reakciókat vált ki a gyermekekből, az óvodai nevelés szinte minden területén tudjuk hasznosítani a rendelkezésünkre álló eszközöket.